Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp. Pontosabban ez a felvétel tulajdonképpen két napra szól. Június 15-ére és június 16-ára. A napokban tükröződik számunkra valami. Az a fontos, hogy belenézzünk ebbe a tükörbe. Ez lehet egy jó ajánlat, kapcsolatok, különösen ami a munkát, a hivatást, vagy a továbbképzést illeti. Tehát itt lesznek jó ajánlatok, ezt el kellene fogadni. Ami az anyagiakat illeti, itt rendezhetjük a dolgokat, de vannak még nehézségek, belső feszültség, vagy kiadások, tehát nem könnyű az anyagiakat most rendezni. Egy bírósági ügynél, vagy egy bizonyos helyzetben, ami eddig igazságtalannak tűnt, itt hamarosan rendeződnek a dolgok, előre mennek az események, de azért légy még kicsit türelmes. Hamarosan a férfiak azok aktívak lesznek, lesz egy közeledés, és nyitottak lesznek érzelmekről beszélni. Ami bennünket, hölgyeket illet, illetve a szerelmet, itt most előre mennek a dolgok, de mi hölgyek irányítjuk most az eseményeket. Itt megvan a bátorság, a lelkesedés, megvannak a szenvedélyek. A hold a mai napon a Punárvasú holdházban van, és e felett a holdház felett Vénusz bolygó uralkodik, kihat ránk, hölgyekre, és kihat a szerelmi élet területére. Itt most lesz mozgás, lesznek szenvedélyek, lesznek komoly döntések, és mi hölgyek nem fogjuk azt megengedni, hogy mások beleavatkozzanak a dolgainkba, mert mi hozunk most fontos döntéseket, mi irányítjuk az eseményeket. A hold mozgására kihat a nyilas jegyében lévő nyíl. Ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejutunknak a központját. És itt ebben a központban vannak az álmok, a vágyak, a remények, és ez a nyíl jelenti azt, hogy ez legyen az irány. Ebbe az irányba kellene tekinteni. Azon kívül 15-én a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a Földhöz. Ez egy Lilith energiamező, és pontosan azt mutatja, amit a mi galaxiánknak, a mi tejutunknak a központja szintén mutat. Az álmok, a vágyak, a remények. Mivel a hold közel van a Földhöz, ez azt jelenti, hogy ez az álom most megvalósul. Az a fontos, hogy higgyünk ebben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Benderá!